A tét még soha nem volt nagyobb Afganisztán számára. Az egész világ azt figyeli, hogy mi történik Kabulban, Afganisztán fővárosában, ahol a kormány összeomlott, és a tálibok vették át az ország irányítását. A szertágazó konfliktus érintettjei között ott van a szomszédos Pakisztán is. A nukleáris hatalom, amit hosszú ideje vádolnak azzal, hogy támogatja, sőt pénzeli is a tálibokat. Sokan úgy vélik, hogy Iszlamabad profitálhat a fegyveres csoport uralmából. Az Euronews riportere Annelise Borges az EU pakisztáni nagykövetét kérdezte arról, hogy mit gondol a tálibok hatalom átvételéről. Számunkra az elfogadása fontos. Az afgán embereknek maguknak kell eldönteni, hogy milyen rendszerben szeretnének élni, hogy milyen országot akarnak maguknak, mondja nagykövet. Az afgánok megérdemlik, hogy végre vége legyen a háborúskodásnak és az erőszaknak. Az embereknek biztonságra, védelemre és fejlődésre van szükségük. Ebben a pillanatban nem úgy tűnik, hogy az afgánok maguk dönthetnek a sorsukról, teszi hozzá a riporter. Mit tesz Pakisztán, ami a helyzet megoldásában segítene? Sürgetjük a konfliktusban érintett feleket, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz. Most is, miközben mi itt beszélünk, egy afgán politikusokból álló tárgyaló delegáció van Iszlamabadban, és folynak az egyeztetések. Mint ahogy azt már említettem, mi befogadó álláspontra akarunk helyezkedni Afganisztánnal kapcsolatban, és támogatni fogunk minden olyan folyamatot, amely az emberek akaratát képviseli, és amely mindenkit magába foglal. Pakisztán együttműködik a nemzetközi szervezetekkel a diplomáciai testületek tagjainak segítésében. Kabulban az újságírók különleges szervezetének tagjai, és mindenki, aki el akarja hagyni az országot, számukra a kabuli nagykövetségünk teljes kapacitásával dolgozik, és bárkinek rendelkezésére áll, aki kapcsolatba lép velünk. Afganisztánban sokan úgy vélik, hogy Pakisztán felelős a tálibok finanszírozásáért és felfegyverzéséért, mondja a riporter. Mit válaszol erre? Az, hogy Pakisztán pénzelné a tálibokat, vagy Pakisztán támogatná a tálibokat, nem igaz. Mint mondtam, mi nem állunk senki oldalán Afganisztánnal kapcsolatban. A tálibok maguk vannak, és mi se nem támogatjuk, se nem finanszírozzuk a tálibokat, szögezi le a nagykövet.